Régi pompájában látható a Kállai kúria és az emlékpark is igazi vendégcsalogatóvá vált a felújítás után. Az 1920-as éveket idéző épület a település turisztikai centruma, ahová szívesen látogatnak el azok, akiket érdekelnek a megye műemlékei. Ez pedig már a Baktalórendházi Degenfeld kastély egyik terme, ahol interaktív szobát is kialakítottak, hiszen a fiatalabb korosztály digitális környezetben szívesebben ismeri meg a történelmi múltat. A megújuló kastélyok, templomok turisztikai értéket képviselnek egy-egy településen, hangzott el a 4. Planet.hu településfejlesztési konferencián. A történeti városrész, rekonstrukciók és az idegenforgalom összefüggéseiről beszélgettek a két terület szakemberei, hiszen az elmúlt időszakban sorra megújultak váraink, kastélyaink, templomaink. Ezeket a projekteket is bemutatták a konferencián. Az építés szakmán sok múlik, milyen szempontok alapján épül újjá egy történelmi műemlék. Ahol alátámasztottan vissza tudjuk állítani azokat az eredeti állapotokat és üzeneteket, amit egy régi vár vagy egy régi műemléképület, tehát egy régi rekonstruálandó műemléképület hordoz, akkor inkább tegyük ezt meg, és legyen ez jobban a mai életünk része, üzenete, mint egy romjaiban omladozó valamiféle téglahalmaz. Középkori templomok újultak meg Szabolcsban és a határon túli településeken is. A határmenti együttműködési programokban további műemlékeket rekonstruálnak majd. Egy nagyon fontos tevékenység, aktivitás lesz számukra a jövőben is a határmenti együttműködési programokban. Ilyen projekteket tervezünk. Legközelebb a Magyar-Szlovák programban lehetséges beadnunk ilyen pályázatot a megyei fejlesztési ügynökséggel karöltve. Nem akarom elkiabálni, de sok fontos épület reményeink szerint, hogyha sikeresen szereplünk ezen a pályázatokon, megújulhat a jövőben. Az építész szakma szerint fontos a régit megőrizve újat alkotni, és nem csak a történelmi épületekre, műemlékekre, közintézményekre, de a lakóházakra is igaz ez. Elég sokat éltem már szakmában is, amikor mindent halálét értek, leszanálni kellett, bontani kellett, és csak új épülettel lehet mindent megvalósítani. És öregedő fejjel egyre inkább sajnálom azokat az elvesztett értékeket, a régi házakat. Most már minden a legkisebb, legrosszabb állapotban lévő épületet is sajnálom, mert az igazi, izgalmas feladat az, amikor a régit megőrizve új kiegészítésekkel újra kell gondolni valamit, újra hasznosítani, sokkal magasabb rendű teremtő értéket lehet létrehozni. A számos építészeti, urbanisztikai és településfejlesztési előadás ráirányította a figyelmet arra, hogy a turisztikában, az építészetben és a műemlékvédelemben dolgozó szakembereknek szükséges együtt gondolkodniuk.